Ötödik fejezet. A nyugatra nyíló ablak. Samu, mikor fölébredt, úgy érezte, alig pár percig szundikált. De azt kellett látnia, hogy már késő délután van, s hogy Faramir visszajött. Sok embert hozott magával, ami azt illeti a rajtaütés valamennyi túlélője, vagy 200-300 ember ott gyülekezett a szomszédos hegyoldalban. Tágas félkörben üldögéltek, közbük pedig Faramir a földön, Frodo meg ott állt előttük. Az egész furcsa mód hasonlított egy fogoly kihallgatásához. Samu kikúszott a páfrány közül, de ügyet se vetett rá senki. Így aztán elhelyezkedett az emberek sorának a végében, ahol mindent hall, mindent lát, ami csak történik. Feszülten figyelt, készen rá, hogyha kell, az urához rohanjon. Faramir arcát is látta, most nem volt rajta állarc. Szigorú volt, parancsoló, s a vizsla tekintet mögött éles értelem rejlett. Ahogy Frodóra szegezte a szemét, Samu kétejt látott a tekintetében. Samu hamarosan észrevette, hogy a kapitányt nem elégíti ki Frodo önmagáról adott beszámolójának egyik másik részlete. Például az, hogy milyen szerepet játszott a társaságban, amely Völgyzugolyból útra kelt. Miért hagyta ott Boromirt? S végül, hogy most hova készül? Újra meg újra visszatért Isildur átkára. Nyilván látta, hogy Frodo valami fontos dolgot eltitkol előle. De hisz úgy áll az írásban, hogy Isildur átka életre kell, ha a félszerzet megérkezik, erősködött. Ha tehát ti vagytok a félszerzet, akiről az írás szól, akkor kétségtelen, hogy ti hoztátok magatokkal azt a valamit, akármi légyen az a tanácsba, amiről beszélsz, s ott Boromir látta. Tagadod? Frodo nem felelt. Helyes, mondta Faramir. Erről többet akarok tudni. Ami Boromirt érinti, az engem is érint. Isildurt egy orknyíl terítette le. Legalábbis a rege azt mondja. De orknyíl rengeteg van, és a gondori Boromir, ha ilyet lát, nem tekinti a végzet jelének. Ezt te őrizted? El van rejtve, azt mondod. De vajon nem azért-e, mert te eldugtad? Nem, nem azért, mert én elduktam, felelt Frodo. Nem az enyém. És senki más halandóé, légyen az akár kicsi, akár nagy. Ám bár, ha valaki igényt formálhatna rá, Arathorn fia Aragorn az, akinek a nevét már említettem, és aki a társaságot Móriától a Raurosig vezette. Miért ő? És miért nem Boromir, a város fejedelme? A városé, amelyet Elendil fiai alapítottak. Mert Aragorn egyenes ági leszármazottja Elendil fia Isildurnak. És a kard, amit visel, Elendil kardja. Döbbent moraj futott végig az emberek félkaréján. Volt, aki hangosan fölkiáltott. Elendil kardja! Elendil kardja Minas Tirithbe jön! Nagy hír! De Faramirnak a szeme se rebbent. Lehet, mondta. De egy ilyen fontos állítást meg is kell alapozni. És egyértelmű bizonyítékkal alátámasztani, ha ez az Aragorn Minas Tirithbe jön. Én 6 napja jöttem el onnét, és addig nem érkezett oda sem ő, sem a társaság bárki más tagja. Boromir elfogadta ezt az állítást, mondta Frodo. S ha Boromir itt lenne, ő felelne valamennyi kérdésedre. És minthogy jó néhány napja már, hogy ott jártunk a Raurosznál, és az volt a szándéka, hogy egyenest a városodba megy, lehet, hogy hamarosan felelni fog. Az én küldetésem ismeretes előtte, mint ahogy a többiek is mind tudják, mert az Imladriszi Elrond a tanács színe előtt bízott meg vele. És ez a küldetés hozott erre a földre. De hogy mi az, arról a társaság tagjain kívül senkinek sincs jogom beszélni. Ám aki azt állítja, hogy szemben áll az ellenséggel, nem teszi helyesen, ha hátráltat. Akármit érzett is Frodo, beszéde büszke volt, és Samu ezt helyeselte. De Faramirt nem békítette meg vele. Helyes, mondta. Szóval azt mondod, törődjem a magam dolgával. Menjek haza, s téged hagyjalak békén. Boromir majd mindent elmond, ha megjön. Ha megjön, mondod. Te a barátja voltál Boromirnak? Frodo agyában egyszerre föltámad Boromir támadásának emléke, és egy pillanatig habozott. Faramir figyelő tekintete megkeményedett. Boromir a társaság vitéztagja volt, mondta végül Frodo. Igen, a barátom. Én annak tartottam. Faramir komoran elmosolyodott. Akkor talán meggyászolnád, ha azt hallanád, hogy Boromir nem él.
Őszintén meggyászolnám, mondta Frodo. Majd megértette Faramir tekintetét, s megtántorodott. Nem él? Kérdezte. Ezt úgy érted, hogy meghalt? És te erről tudtál? Megpróbáltál a szavak csapdájába ejteni? Játszottál velem? Vagy hazugsággal próbálsz törbecsalni? Még orkot sem próbálnék hazugsággal törbecsalni, mondta Faramir. Hogyan halt meg? És te hogyan szereztél róla tudomást? Hiszen azt mondod, a társaság egyetlen tagja sem ért még a városba, amíg te el nem jöttél onnan. Ami a halála módját illeti, azt reméltem, barátja és bajtársa számol be róla. De amikor elváltunk, még épp volt és erős. És attól, amit én tudok róla, még ma is élhet. Bár kétségtelen, hogy a világban sokféle veszedelem lakozik. Úgy van, sokféle, mondta Faramir. És az árulás ezek közt nem is a legkisebb. Samut e beszélgetés egyre jobban kihozta a sodrából. Ez utóbbi szavak már túlmentek azon, amit még képes volt elviselni. Berobbant hát a félkör közepére, és odaállt az ura mellé. Elnézésedet kérem, Frodo uram, mondta, de ebből most már elég. Nincs joga így beszélni veled. Mindazok után, amint te keresztül mentél. Legalább úgy az ő és a nagy emberek, mint akárki más érdekében. Ide hallgass, kapitány! Odaállt Faramir elé, csípőre vágta a kezét, s úgy nézett rá, mint egy kölyök hobbitra, aki mindenféle képtelenséggel próbálja etetni, mikor felelősségre vonja, mert beosont a gyümölcsös kertjébe. Némi moraj támadt, de sokan el is vigyorodtak, hogy a kapitány ott ül a füvön, és farkas szemet néz egy ifjú hobbittal, akit majd szétvet a méreg. Ilyet még nem láttak. Ide hallgass! Mire akarsz kiukadni? Bökd ki, mielőtt még az ork vagy a mordori ármádia rajtunk üt! Ha azt hiszed, hogy a gazdám meggyilkolta Boromirt, aztán meglépett, akkor elment a józan eszed. De bökd ki, és kész. Aztán add a tudtunkra, hogy mit akarsz. De az igencsak szomorú, hogy aki másról se beszél, csak hogy ő harcban áll az ellenséggel, egyszerűen nem hagyja, hogy a másik is megtegye a magáét, mert ő belebeszél. Tudod, mennyire örülne ő, ha most látna minket? Azt hinné, új barátot szerzett, úgy bizony. Türelem, mondta Faramir, és még csak nem is haragudott. Ne vedd el a szót a gazdától, aki bölcsebb, mint te. És engem igazán nem kell figyelmeztetned, hogy mekkora veszélyben vagyunk. Ám még ha így állunk, akkor is kell egy kis időt szakítanom rá, hogy igazságosan döntsek egy nehéz kérdésben. Ha olyan hirtelen lennék, mint te, már régen levágtalak volna. Mert én azt a parancsot kaptam, hogy hányjak kardélre mindenkit, akit itt találok, és akinek nem Gondor ura adott engedélyt, hogy betegye a lábát erre a földre. De én sem embert, sem állatot nem ölök ok nélkül. Még ha okkal, akkor sem örülök neki. És nem beszélek hiába. Vigasztalódj! Ülj le a gazdád mellé, és hallgass! Samu égő arccal nehézkesen leült. Faramir megint Frodohoz fordult. Azt kérdett, honnan tudom, hogy Denethor fia halott? A halálhírnek sok szárnya van. Vérrokonnak az éjszaka hozza a hírt, mondja a szólás. Boromir a bátyám volt. Bánat felhőzte el az arcát. Talán emlékszel valami különös valamire, amit Boromir úr a fegyverével együtt mindig magával hordott. Frodo egy pillanatra elgondolkodott újabb csapdától tartva, s mert nem tudta, hogyan végződik majd ez a vita. Boromir gőgös kapzsiságától épp csak, hogy meg tudta menteni a gyűrűt, de hogy ennyi harcias és erős emberrel hogyan boldogul, arról fogalma sem volt. Szíve mélyén azonban érezte, hogy Faramir, még ha külsőre hasonlít is a bátyjához, többet tart magáról, szigorúbb is, bölcsebb is annál. Emlékszem, egy kürtöt, szólalt meg végül. Jól emlékszel. Látszik, hogy valóban ismerted őt, mondta Faramir. Akkor valószínűleg föl tudod idézni azt a kürtöt a lelki szemeid előtt. Keleti vadbivaj tülke volt, ezüsttel pántolva, stelíróva ősi betűkkel. Ezt a kürtöt hordja nemzedékek óta házunk elsőszülött fia. És azt mondják, ha szorult helyzetben megfújja az ősi Gondor egykori határai között bárhol, hangja nem száll el észrevétlen. 5 nappal azelőtt, hogy erre a portjára kiszálltam volna, azaz a mai napnak ettől az órájától számítva 11 nappal ezelőtt meghallottam a kürt hangját. Mintha éjszakról hallottam volna, de halkan, mintha csak a lelkemben visszhangoznék.
Rossz előérzet, gondoltuk apámmal, mert Boromirról azóta, hogy elment, semmit sem hallottunk. S az őrök sehonnét sem jelentették, hogy átlépte volna a határt. És három éjszakára rá különös dolog történt velem. Ott ültem ének idején az Anduin partján, a szürke sötétségben, az újholt halvány fényében, s néztem a szakadatlanul áramló vizet. Susogott körülöttem a szomorú nád. Mert szüntelenül szemmel tartjuk az Osgiliathi partszakaszt, amit ellenségeink jó részt megszállva tartanak, s ahonnét újra meg újra átcsapnak, hogy az országunkat zaklassák. De aznap éjszaka éjféltájt aludt az egész világ. Aztán egy csónakot láttam, vagy véltem látni a vízen. Szürkén derengett, kicsi csónak volt, idegen forma, magas orrú, s nem kormányozta, nem evezett benne senki. Áhítatos félelem fogott el, mert a csónakot halványfény övezte. Fölálltam, lementem a víz szélére, majd belegázoltam, mert valami vonzott feléje. Aztán a csónak felén fordult, s lassan, mint addig, elsiklott mellettem, karnyújtásnyira. Nem mertem megérinteni. Mélyen a vízbe merült, mintha nehéz terhet hordozna, s ahogy elsiklott előttem, úgy rémlett, majdnem színültig van tiszta vízzel, s az árasztja a fényt. S a víz alatt egy harcos aludt. Törött kard volt a térdén. Láttam, a teste csupa seb. Boromir volt az, a bátyám, holtan. Ráismertem a fegyverzetére, kardjára, szeretett arcára. Csak egy valamit hiányoltam, a kürtjét. És egy valami volt idegen rajta. Csudaszép öve, az összekapcsolt aranylevelekkel a derekán. Boromir, kiáltottam. Hol a kürtöd? Hová mégy? Ó, Boromir! De akkor már nem volt ott. A csónakot visszafordította a víz sodra, és derengését elnyelte az éjszaka. Olyan volt az egész, mint az álom. És mégsem volt álom, hiszen nem követte ébredés. És semmi kétségem, hogy halott. S hogy a folyó a tengerre vitte ki őt. Rettenetes, sóhajtotta Frodo. Biztos, hogy Boromir volt, amilyennek én ismertem. Mert az aranyövet Lothlórienben adta neki Galadriel úrnő. Ő volt az, aki minket, mint látod, tünde szürkébe öltöztetett. Ez a csat is ugyanolyan munka. Megérintette a zöld ezüst levelet, ami a nyaka tövében a köpenyét összefogta. Faramir közelről megnézte. Csodaszép, mondta. Igen, ez ugyanannak a kéznek a műve. Tehát keresztül jöttetek Lothlórien földjén. A régiek Laurelindorinannak hívták, de már réges-rég kívül esik az emberi megismerés határán, jegyezte meg halkan, s valami újonnan támadt csodálattal nézett Frodóra. Nem mondanál el magatokról többet is? Mert keserű a gondolat, hogy Boromir itt halt meg, hazája földjétől majdhogy nem látó távolságra. Többet nem igen tudok, mint amennyit mondtam, felelt Frodo. Bár abból, amit tőled hallottam, rosszat érzek. Amit láttál, az talán csak látomás, nem több. Ám megtörtént, vagy jövendőbeli balszerencse gonosz árnya. Ha csak nem az ellenség ravasz fogása. Réges-rég elesett harcosok épp arcát láttam mélyen a holtláb tavainak színe alatt. Vagy azt hittem, hogy látom. Valami ocsmány varázslat folytán. Nem. Ez nem az ő műve, mondta Faramir. Az ő műve undorral tölti el a szívet, de az én szívem gyásszal és szánalommal telt meg. De hát hogy is lehetne ez valóság, kérdezte Frodo. Hiszen nincs az a csónak, amit gyalogszerrel át lehetett volna vinni a köves hegyeken Tolbrandírból. És Boromir az Encséden és Rohan rétjein át készült haza. S hogyan juthatott át bármi csónak a nagy vízesés zuhogóján anélkül, hogy el ne süllyedt volna a lezúduló ár kavargó katlanában, ha amúgy is színültig volt vízzel? Nem tudom, töprengett Faramir. De honnét való a csónak? Lórienből, mondta Frodo. Három ilyen csónakon eveztünk le az Anduinon a vízesésig. Ezeket is a tündék építették. Átjöttél rejtek földén, mondta Faramir, de úgy látszik, mégsem vagy tisztában a hatalmával. Ha embernek a varázslat úrnőjével akad dolga, aki az aranyerdőben lakik, készüljön föl rá, hogy sok minden különös éri. Mert nincs veszedelmesebb, mintha egy halandó lény kisétál ennek a napnak a világából. Odatúlról még, azt mondják, kevesen jöttek vissza úgy, hogy meg ne változtak volna. Boromir! Boromir! Kiáltotta. Mit mondott ő néked, a halhatatlan úrnő?
Mit látott? S mit keltett életre szívedben? Miért mentél el Laurelin Dorinamba, s miért nem jöttél a magunk útján? Miért nem lovagoltál haza reggeli napvilágnál, rohan lovaim? Majd megint Frodohoz fordult, s ismét halkan beszélt. Majd kérdezek egyet mást, amire azt hiszem, választ tudsz adni, Drogó fia Frodo. De talán nem itt, és nem most. S nehogy azt hidd, amit elmondtam, látomás volt, még elmondom ezt is. Boromir kürtje a valóságban is hazatért. A kürt megérkezett, de ketté hasítva, mintha csatabárd vagy kardvágás érte volna. A két töredék külön-külön ért partot. Az egyiket a nád közlelték meg Gondor határőrei, az Encsét torkolatától felfelé, északnak. A másikat a víz sodorta lefelé, s olyas valaki fogta ki, akit a kötelessége a vízre szólított. Különös véletlen, de az igazság, mint mondják, mindig kiderül. S most az elsőszülött fiú kürtje két darabban hever Denethor ölében, s ő trónusán ülve várja a híreket. Te semmit nem tudsz arról, hogy a kürt mindhasadt ketté? Semmit, mondta Frodo. De az a nap, amikor hallottad a hangját, ha jól számolsz, ugyanaz, amikor én meg a szolgám elváltunk a társaságtól. S a történet most rettegéssel tölt el. Mert ha Boromir veszélybe került, s lemészárolták, attól kell tartanom, hogy odaveszett valamennyi társam. A honfitársaim és a barátaim. De nem tennéd félre a velem kapcsolatos kételyeidet, s engednél mégis utamra? Fáradt vagyok, szomorú, és félek. Ám valamit meg kell tennem, vagy legalábbis meg kell próbálnom, hogy megtegyem, mielőtt engem is megölnének. S ha nem maradt közülünk más, csak két félszerzet, annál sürgetőbb a szükség. Menj vissza, Faramir, Gondor vitéz kapitánya, s védelmezd városodat, amíg még védelmezheted. S hagyj engem oda menni, ahová végzetem szólít. Beszélgetésünkben nem volt számomra semmi vigasztaló, mondta Faramir. De az biztos, hogy te sötétebben látsz a kelleténél. Ha csak Lórien népe maga nem jött el, ki adta meg Boromirnak a végtisztességet? Az orkok vagy a névtelen szolgái biztos, hogy nem. Valakinek tehát a társaságotokból még élnie kell. De történt légyen bármi az északi úton, benned, Frodo, immár nem kételkedem. Ha a nehéz idők megtanítottak rá, hogy helyesen ítéljen meg az emberek szavát és arcát, akkor talán úgy, ahogy a félszerzetét is meg tudom ítélni. Bár, mondta és elmosolyodott, van benned valami idegen, Frodo. Valami tündés. De több múlik a beszélgetésünkön, mint kezdetben hittem. Most vissza kéne, hogy vigyelek Minas Tirithbe, hogy ott adj választ Denethor kérdéseire. Ám joggal lakolnék az életemmel, ha úgy döntenék, hogy azzal a városomnak ártok. Így hát afelől, hogy mi a teendőm, nem sietem el a döntést. Innét viszont mindenképpen távoznunk kell. Felugrott és parancsokat osztogatott. A körébük gyűlt emberek kisebb csoportokra szakadoztak, elindultak erre-arra, s hamarosan belevesztek az erdők és a sziklák árnyékába. Nem maradt ott senki, csak Mablung és Damrod. Ti, Frodo meg Samu, velem jöttök meg a testőreimmel, mondta Faramir. Ha az volt is a célotok, nem mehettek tovább az úton dél felé. Az most napokig bizonytalan lesz, s e rajtaütés után jobban őrzik, mint ez idáig. Messzire meg, azt hiszem, semmiképpen nem jutnátok, mert fáradtak vagytok. Mi is. Most egyik búvóhelyünkre vonulunk, ami innét még 10 mérföldnyire sincs. Az ellenség kémei és az orkok még nem fedezték föl, s ha történetesen fölfedezik, akkor is tartani tudnánk sokáig és sokak ellen. Ott lefekszünk és pihenünk egyet, s ti is velünk. Reggel majd eldöntöm, hogy mi a legjobb a ti számotokra, meg számomra is. Mi más tehetett volna Frodo, mint hogy engedjen a kérésnek, vagyis hogy a parancsnak? Pillanatnyilag különben is ez látszott a legbölcsebbnek, hiszen a gondoriak rajta ütése veszélyesebbé tette számára az itíliai utazást, mint valaha. Azonnal útnak indultak. Mablung és Damrod ment elől, valamivel hátra Faramir Frodóval, Samu meg mögöttük. Megkerülték a medencét, ahol a hobbitok megfürödtek, átgázoltak a patakon, megmásztak egy hosszú lejtőt, bevágtak egy árnyas zöld erdőbe, s onnét egyre lefelé és nyugatnak tartottak. És miközben gyalogoltak sietősen, amennyire a hobbitoktól telt, halkan beszélgettek.
Félbeszakítottam a beszélgetésünket, mondta Faramir, de nem csak azért, mert csürgetette az idő, mint arra Csavardi Mester figyelmeztetett, hanem mert olyan kérdésekhez közelítettünk, amelyeket nem ajánlatos sok ember füle hallatára megvitatni. Ezért tértem rá inkább a bátyám dolgára, és ejtettem el Isildur átkát. Te nem voltál teljesen őszinte hozzám, Frodo? Nem mondtam valótlant, és az igazságról mindent elmondtam, amit tudtam, felelt Frodo. Nem hibáztatlak, folytatta Faramir. Ügyesen szóltál nehéz helyzetben, és úgy láttam, bölcsen is. De többet tudtam, vagy sejtettem meg a szavaidból, mint amennyit e szavak mondtak. Nem voltál baráti viszonyban Boromirral, vagy legalábbis nem váltatok el barátságban. Te, és azt hiszem Csavardi Mester is, valami sérelmet szenvedtél el tőle. Nos, én nagyon szerettem őt, és boldogan állnék bosszút a haláláért, de jól ismertem. Isildur átka. Megmerném kockáztatni, hogy Isildur átka állt közétek, és az volt a társaságban a viszály okozója. Biztos, hogy kincset érő hagyaték, és az ilyesmi nem szül békességet a szövetségesek között. Még akkor sem, ha a régi történetek arra tanítanak. Közelében járok az igazságnak? Közelében, mondta Frodo, de nem találtad telibe. Viszály nem volt, bár kételj annál több. Kételj, hogy melyik utat válasszuk az Emin Muiltól. De lett légyen akárhogy, a régi történetek arra is megtanítanak, hogy az ilyesmire, hagyatékra vonatkozó elsietett szavak is veszélyesek lehetnek. Ó, mint ahogy gondoltam. Egyedül Boromirral volt bajod. Azt akarta, hogy azt a valamit Minas Tirithbe hozd. Slám, a sors fonáksága, amely lepecsételi annak ajkát, aki utoljára látta őt élve, engem attól foszt meg, amit a legjobban vágynék tudni. Mi lakozott a szívében, a gondolataiban élete utolsó óráin? Hogy tévedette vagy sem, afelől nincs kétségem. Jó halált halt, tisztességes dolgot művelt. Mert holtan még szebb volt az arca, mint életében. De Frodo, én kezdetben nagyon gorombán faggattalak Isildur átka felől. Bocsáss meg, kérlek! Nem vallott bölcsességre ilyen órában és ilyen helyen. De nem értem rá meggondolni. Kemény csatát vívtunk, és azzal volt tele a fejem. Ám miközben beszéltem veled, és már közelebb jártam a célhoz, szándékosan lőttem mellé. Mert bizonyára tudod, hogy a város uralkodói sok olyan ősi hagyományt őriznek ma is, ami másuk ismeretlen. A mi házunk tagjai nem Elendil leszármazottai, bár mi bennünk is Númenori vér folyik. Mert mi Mardilig vezetjük vissza a családfánkat, a jó helytartóit, aki a király nevében uralkodott, amikor az elment a háborúba. És ez Eärnur király volt, Anárion utolsó, gyermektelen sarja, aki nem tért vissza a hadból. És azóta helytartók kormányozzák a várost. Bár ez sok-sok ember nemzedékkel ezelőtt volt. Emlékszem, amikor Boromirral együtt tanultuk a város és uralkodói történetét, neki nagyon nem volt ínyére, hogy apja nem király. Hány száz év kell ahhoz, hogy a helytartóból király váljék, ha a király nem tér vissza? Kérdezte. Másutt, ahol kisebb a királyi fenség, talán csak néhány év, felelte apám. Gondorban még 10 000 sem lenne elegendő. Szegény Boromir, ezt nem találod jellemzőnek rá? De, bólintott Frodo. Aragornt mégis mindig megbecsülte. Ezt nem kétlem, mondta Faramir. Ha egyszer meggyőződött Aragorn igényének jogosságáról, mint mondod, akkor persze, hogy tisztelte. De a neheze még hátra volt. Még nem értek Minas Tirithbe, s még nem mérkőztek meg Minas Tirith háborújában. De térjük vissza a tárgyra. Mi, Denethor házában, sok ősi tudás birtokában vagyunk szájhagyomány útján, s még inkább azért, mert kincstáraink sok mindent megőriztek. Könyveket, összeaszott pergamenre írt, sőt kőtáblára, arany és ezüst lemezre, különféle betűkkel rólt okleveleket. Van, amit már senki nem tud elolvasni, és a többi is ritkán kerül elő. Én még csak bele-bele olvasok, mert megtanítottak rá, azokba a följegyzésekbe, amelyeket a szürke zarándok hozott a városba. Gyerekkoromban láttam először őket, és azóta, ha 2-3-szor voltak a kezemben. A szürke zarándok? Kérdezte Frodo. Más neve nem volt? Mi tündemódra Mithrandirnak hívtuk, mondta Faramir, és ő nem bánta. Sok országban sok nevem van, mondta. A tündék közt Mithrandir vagyok,
A törpök közt Tarkun. Nyugaton, rég elfeledett fiatalkoromban Olórin voltam. Délen Inkánusznak hívnak, északon Gandalfnak. Gandalf, mondta Frodo. Gondoltam, hogy ő az. Gandalf, a szürke, a legkedvesebb tanácsadó. Társaságunk vezetője. Ő veszett ott Móriában. Mithrandir elveszett, kiáltott fel Faramir. Úgy látszik, balsors kísérte a szövetségeteket. Nehéz elhinni, hogy aki ilyen bölcs és ilyen hatalmas, hisz csodálatos dolgokat művelt közöttünk, az elpusztulhasson, s magával vigye azt a rengeteg tudást e világról. Ebben biztos vagy? Nem lehet, hogy csak ott hagyott titeket és elment, ahová ő akarta? Sajnos biztos, mondta Frodo. Magam láttam belezuhanni a feneketlen szakadékba. Látom, ebből nagy és félelmes történet kerekedik, mondta Faramir. S remélem, hogy este majd elmondod nekem. Ez a Mithrandir, most már sejtem, több volt, mint a hagyományok tudója. Ő volt korunk tetteinek nagy mozgatója is. Ha közöttünk van, hogy megbeszélhessük vele álmunk kemény szavait, nem kellett volna követet küldenünk, úgyis megvilágíthatta volna az értelmünket. De lehet, hogy nem tette volna meg, és Boromir útja előre elrendeltetett. Mithrandir sohasem beszélt arról, hogy mi lesz, és sose tárta föl a céljait. Engedélyt kapott Denethortól, hogy miként, azt magam sem tudom, hogy beletekinthessen kincstárunk titkaiba. S tanultam is tőle egyet mást, ha épp hajlandó volt tanítani, ami ritkán fordult elő. Mindig azt kutatta, mindenekelőtt arról kérdezősködött, hogyan folyt le a nagy csata Dagorladon. Nem sokkal Gondor alapítása után, amikor őt, akit nem nevezünk a nevén, trónjáról letaszították. S Mohon érdekelte minden Isildurról, bár róla igazán keveset mondhattunk, hiszen élete végéről nem tudtunk semmi bizonyosat. Faramir hangja most suttogással halkult. De annyit azért megtudtam, vagy megsejtettem, és azóta is titokként őrzöm a szívemben. Isildur kiragadott valamit a megnevezhetetlen kézből, mielőtt Gondorból elment volna, hogy halandó emberek közt soha többé ne legyen látható. És úgy vélem, itt a válasz Mithrandir kérdéseire. De akkor úgy rémlett, ez olyasmi, ami csak az ősi hagyományok kutatóját érdekelheti. Még akkor se jutott eszembe, hogy ez netán Isildur átkával azonos, mikor álmunk rejtett értelmű szavait próbáltuk megfejteni. Mert az egyetlen történet szerint, amit ismerünk, s aminél Mithrandir sem mondott soha többet, Isilduron rajta ütöttek, s orknyílnak esett áldozatul. Hogy mi az igazság erről a valamiről, azt még csak nem is sejtem. De bizonyára hatalmat és veszedelmet hozó hagyaték. Tán hatalmas fegyver, amit a sötét úr agyalt ki. Ha olyasmi, ami előnyt áld a csatában, nagyon is elhiszem, hogy a büszke és rettenthetetlen, de gyakran meggondolatlan Boromir, aki annyira vágyott Minas Tirith győzelmére, s azzal együtt önmaga dicsőségére, megkívánta, és nem tudott a csábításának ellenállni. Nagy baj, hogy ő kapta ezt a megbízatást. Atyám és a vének engem kellett volna, hogy válasszanak, de ő, mert ő volt az idősebb és keményebb, ami igaz is, és mert nem volt hajlandó itthon maradni, kiverekedte magának. De most már ne félj! Akkor se venném el ezt a valamit, ha itt heverne az országúton. Még akkor se, ha Minas Tirithet romlás fenyegetné, s csak én menthetném meg így a sötét úr fegyverével, a város javára és a magam dicsőségére. Nem, nem vágyom ilyen diadalra, Drogó fia Frodo. A tanács sem, mondta Frodo, és én sem. Bár semmi közöm ne lenne efféle ügyekhez. A magam részéről, folytatta Faramir, szívesen látnám, ha a fehér fa megint ott virágoznék a királyok udvarában. Az ezüst korona visszatérne, és Minas Tirith békességben élne. Ha Minas Anor megint olyan lenne, mint régen. Csupa fény, magas és ép, gyönyörű, mint királynő a királynők közt. Nem rabszolgák úrnője, nem. Még készséges rabszolgák jóságos úrnője sem. Ha kell, legyen háború, amíg az életünket védjük a pusztítótól, aki elemésztene mindent. De én a fényes kardot nem azért szeretem, mert éles. A nyilvesszőt, mert gyors. A harcost, mert diadalmas. Én mindezt csak azért szeretem, amit véd. Númenor embereinek városáért. És a várost az emlékeiért, szépségéért akarom szeretni. És nem azért, mert félik. Ha csak úgy nem, ahogy az ember a vének és bölcsek méltóságát féli. Így hát ne félj tőlem. Nem kérlek, hogy mondj el többet. Még csak arra sem, hogy mondd meg, közelebb járok-e most az igazsághoz.
de ha megbízol bennem, lehet, hogy tanáccsal szolgálhatok a mostani nehéz helyzetedben, akármi légyen az. Igen, és talán segítséggel is. Frodo nem felelt. Már majdhogy nem erőt vett rajta a vágy, hogy tanácsot kérjen és segítséget, s hogy ennek a komoly ifjúnak, akinek a szavait oly bölcsnek és tisztességesnek érezte, elmondjon mindent, ami a szívét nyomja. De valami mégis visszatartotta. Szíve elnehezült a félelemtől és a szomorúságtól. Ha valóban csak ő meg Samu maradtak meg a 9 vándorból, ami valószínű, akkor küldetése titkának ő az egyetlen birtokosa. Még a meg nem érdemelt bizalmatlanság is jobb, mint az elsietett beszéd. S Boromir emléke, az a félelmes változás, amit a gyűrű idézett elő benne, azon nyomban feltámad, ha ránézett Faramirra, vagy hallotta a hangját. Ha mások voltak is, mégis nagyon hasonlók. Némán rótták az utat egy darabig, mint a szürkezöld árnyak haladtak el a vénfák alatt, s a léptük mesztelen volt. Fölöttük madarak énekeltek, s napfény csillogott Ifilia örökzöld fáinak fényes lombkoronáján. Samu nem vett részt a beszélgetésben, bár odafigyelt rá. Közben éles hobbit fülével az erdő halk neszeire is fülelt. Azt megjegyezte, hogy a beszélgetés során egyetlen egyszer sem merült fel Gollam neve. Örült neki, bár úgy érezte, túlzott remény, hogy soha nem fogja hallani többé. Arra is hamarosan ráébredt, hogy bár magukban vannak, sok ember veszi körül őket. Nem csak Damrod és Mablung suhant árnyékba be, árnyékból ki, hanem mások is, jobbról, balról. Mind gyorsan és nesztelenül tartott a találkahely felé. Egyszer, amikor hirtelen visszasandított, mintha a bőre viszketése elárulta volna, hogy hátulról figyelik, úgy vélte, sötét kis alakot lát, amint épp besurran egy fatörzs mögé. Már-már kinyitotta a száját, hogy megszólaljon, de becsukta megint. Nem vagyok biztos benne, mondta magában. És ugyan miért juttatnám eszükbe a vén csibészt, ha egyszer megfeledkeztek róla? Bár én tudnám elfelejteni. Csak mentek, amíg az erdő gyérülni nem kezdett, és a hegy meredekebb lett. Itt megint elkanyarodtak, most jobbra, és rövidesen egy keskeny és köves medrű kis folyóhoz értek. Ez ugyanaz a csermely volt, amely magasan fölöttük a kerek kis tóba csurgott, de itt már sebes hegyi patakká nőtt, s kőről kőre szökkenve futott mélyen bevágott ágyában a fölébe lógó puszpánk és magyalágak alatt. Nyugatra tekintve a gyöngyházfényű párán át odalent alföldet, tágas réteket láttak, s a távolban, a lenyugvó nap fényében meg-megcsillant a széles Anduin. Sajnos megérkeztünk, s most kénytelen leszek udvariatlanságot elkövetni. Remélem megbocsátjátok annak, aki az udvariasságot mind ezidáig a parancsok elébe helyezte, és sem meg nem ölt, sem meg nem kötözött titeket. De a parancs az, hogy senki idegen, még rohani fegyvertár sem láthatja az ösvényt, amint mi nyitott szemmel megyünk végig. Kénytelen vagyok hát bekötni a szemeteket. Tedd, mondta Frodo. Szükségből még a tündék is így cselekedtek, és bekötött szemmel léptük át a gyönyörű Lothlórien határát. Gimli a törp rossz néven vette, de mi, hobbitok, tűrtük. Ahova most vezetlek, nem olyan szép hely, mondta Faramir, de örülök, hogy önként beleegyeztek, s nem kell, hogy kényszerítselek rá. Halkan szólt valamit, Mablung és Damrod azonnal kilépett a fák közül, s odament hozzá. Kössétek be a vendégeink szemét, utasította őket Faramir. Biztonságosan, de úgy, hogy ne fájjon. A kezüket nem kell hátra kötni. Szavukat adják, hogy nem leskelődnek. Megbízhatunk bennük, hogy maguktól behunják a szemüket. De ha a láb megbotlik, a szem is pislant. Úgy vezessétek őket, hogy ne botoljanak el. A két testőr bekötötte a két hobbit szemét zöld kendővel, s majd a szájukig a fejükbe húzták a csukját. Majd egyiket az egyik, másikat a másik sietve kézen fogta, és elindult vele. Samu és Frodo mindössze annyit tudott meg az utolsó mérföldekről, amennyit a sötétben érzékelt. Kis idő múlva érezték, hogy meredeken lejtő ösvényen járnak. Ez hamarosan úgy elkeskenyedett, hogy csak libasorban fértek el rajta, s a válluk két oldalt a kőfalat súrolta. Őreik hátulról irányították őket, kemény kézzel fogták a vállukat. Olykor-olykor görgeteges talajhoz értek. Ilyenkor fölkapták őket, majd később megint letették. Mindvégig vízcsobogást hallottak jobb felől, s az egyre hangosabb lett. Végre megálltak. Mablung és Damrod gyorsan, többször is körbeforgatta őket,
és ők teljesen elveszítették az irányérzéküket. Egy darabig fölfelé kapaszkodtak. Itt hűvösebb volt, és a pataknesze is elhalkult. Azután megint fölkapták őket, és csak vitték, lefelé, lefelé, sok-sok lépcsőn, majd befordultak valahová. Nem sokára megint meghallották a vizet, most haragosan zúgott és csobogott. Úgy érezték, ott csobog körülöttük mindenütt, s finom permet érte a kezüket, arcukat. Végre megint talpra állították őket. Megálltak egy pillanatra, szinte féltek így, bekötött szemmel, nem tudván, hol vannak. Mindenki hallgatott. Majd közvetlenül mögöttük megszólalt Faramir. Vegyétek le a szemükről a kendőt, mondta. Levették, csukjájukat hátrahúzták, s ők pislogtak és tátogtak. Csiszolt, nedves kőpadlón álltak, szinte azt lehetne mondani, egy sötéten ásító, durván faragott kőkapu küszöbén. De előttük áttetsző vízfátyol csüngött, oly közel, hogy Frodo, ha kinyújtja a karját, elérhette volna. A lenyugvó nap ferde sugarai hátulról csaptak le rá, s a vörös fény számtalan, változó színekben sziporkázó fénysugárra hult szét. Olyan volt, mintha valami tündetorony ablakában állnának, amelyet felfűzött ezüst, arany, rubin, zafír és ametiszt gyöngyök függönye takar. És minden egyes gyöngyszem soha ki nem alvó fényben ég. A jó szerencse épp jókor vezérelt ide, hogy a türelmetekért valami jutalmat is kapjatok, mondta Faramir. Ez a napnyugta ablaka, a Henneth Annun, a források völgye. Ithilia valamennyi vízesése közül a legszebb. Nem sok idegen látta eddig. Nincs királyi csarnok, mely fölérne vele. Lépjetek be, és lássátok! Alig, hogy ezt kimondta, alászállt a nap, s a vízfüggöny tüze kilobbant. Megfordultak, és bementek az alacsony sziklabolt alatt. Egy sziklabarlangban lelték magukat. A helyiség tágas volt és nyers, teteje egyenetlen. Alig néhány fákja égett, s vetett haloványfényt a csillogó falakra. Már voltak bent emberek. Mások meg most érkeztek, kettesével, hármasával, egy sötét és keskeny ajtón oldalt. Mikor a szemük hozzászokott a homályhoz, a hobbitok látták, hogy az üreg sokkal nagyobb, mint hitték, s rengeteg fegyver, élelem van benne fölhalmozva. Nos, ez a mi menedékünk, mondta Faramir. Nem valami kényelmes, de itt békességben tölthetitek az éjszakát. Legalább száraz, s van mit enni, még ha tűzhely nincs is benne. Valamikor rég a víz keresztül folyt a barlangon, de sodrát följebb a vízmosásba térítették a régi mesterek, s így a vízesés most kétszer olyan magasról zuhog le. Egy kivételével a barlangba vezető valamennyi nyílást elzárták vagy vízzel, vagy másként. Kiárat csak kettő van. Az egyik, ahol titeket bekötött szemmel behoztunk. A másik az ablakfüggönyön át egy mély medencébe vezet, amely kőkésekkel van kirakva. Akkor hát pihenjetek, amíg az ebéd elkészül. A hobbitokat a sarokba vezették, s egy alacsony ágyhoz invitálták, hogyha kedvük tartja, dőljenek le. Közben az emberek a barlangban tettek-vettek, tervszerűen és gyorsan. Könnyű asztallapokat akasztottak le a falról, lábakra helyezték és megterítették. Az edény egyszerű volt, javarészt dísztelen, de jó és szép munka. Lapos és mély tányérok, tálak, mázas cserépből vagy simára, fényesre esztelgált puszpánkfából. Itt-ott egy-egy csiszolt bronzkupa vagy csésze. Csak a kapitány széke elé került egyszerű ezüst serleg a legbelső asztal közepére. Faramir körbejárt az emberek között, s halkan kikérdezte őket, aki bejött, mindet. Némelyek az ellenség üldözéséből tértek vissza. Mások, akik legkésőbb érkeztek, felderítőként maradtak hátra, az út közelében. A délről jötteket szétkergették, de hogy a hatalmas múmakkal mi lett, azt senki nem tudta. Semmiféle ellenséges mozgást nem észleltek. Még egy orkkém se került közel s távol. Nem láttál, nem hallottál semmit, Amborn? Kérdezte Faramir az utolsónak érkezettet. Nem, nem uram, semmit, felelte az ember. Orkot legalábbis nem. De láttam, vagy azt hiszem, hogy láttam valami fura kis izét. Már nagyon sötétedett, s ilyenkor az ember szeme mindent nagyobbnak mutat. Lehet hát, hogy nem volt nagyobb, mint egy mókus. Samu a fülét hegyezte. S ha igen, fekete mókus volt és farkatlan. Mint az árnyék a földön iszkolt egy fatörzs mögé, mikor a közelébe értem. Fürgén menekült, akár a mókus. Azt mondtad, ne öljünk vadat szükségtelenül, ez meg nem látszott másnak.
így hát nem is próbáltam lenyilazni. Különben is sötét volt hozzá, hogy megcélozzam, és ez a jószág pillanatok alatt bemenekült a lombok sűrűjébe. De ott maradtam egy darabig, mert furcsának találtam a dolgot. Aztán jöttem, sietve. Azt hiszem, rám sziszegett fentről, mikor befordultam. Valami nagy mókusféle lehet. Lehet, hogy a megnevezhetetlen árnyékából a Bakacsin erdő állatai vándoroltak át a mi erdeinkbe. Ott azt mondják, vannak fekete mókusok. Lehet, mondta Faramir, de ha úgy van, akkor ez baljós előjel. Semmi szükségünk Bakacsin erdei menekültekre Ithíliában. Samu, mintha úgy látta volna, hogy miközben ezt kimondja, a szeme sarkából a hobbitokra pislant. De nem szólt semmit. Ő is, Frodo is a hátán hevert, nézte a fáklyafényt, az emberek meg járkáltak, s halkan beszélgettek. Majd Frodót váratlanul elnyomta az álom. Samu küszködött magával, hol így érvelt, hol úgy. Lehet, hogy rendes ember, gondolta, de lehet, hogy nem. A szép szó csúf szívet is rejthet. Ásított. Egy hétig tudnék aludni, és rám is férne. És ugyan mit tehetek egymagam ezek között a nagy darab emberek közt, ha ébren maradok? Semmit, csavardi Samu, de akkor is ébren kell maradnod. Valahogy sikerült is neki. A világosság a barlang bejáratánál elhalványult. Eltompult a vízes és ezüst szürkéje is, és beleveszett a mind sűrűbb homályba. De a víz nesze nem szűnt meg, sosem változott. Sem este, sem éjjel. Álomról mormolt és suttogott. Samu megdörgölte öklével a szemét. Most még több fákja égett. Csapra ütöttek egy kis hordó bort. Élelmiszeres hordókat nyitottak fel. Emberek vizet hordtak a vízesésről. Többen a kezüket mosták a medencében. Nagy résztálat és fehér kendőt hoztak Faramirnak, és ő is kezet mosott. Ébresszétek fel a vendégeinket, mondta, és vigyetek nekik vizet. Ideje vacsoráznunk. Frodo felült, ásított és nyújtózkodott. Samu, aki nem szokta meg, hogy kiszolgálják, csodálkozva nézett fel a szálas emberre, aki meghajolt előtte és elébe tartotta a vizes tálat. Tedd már le a földre, uram, ha nincs ellenedre, kérte. Úgy neked is, nekem is könnyebb. Majd az emberek nagy derültségére belemártotta a fejét a hideg vízbe, és megmosta a nyakát és a fülét is. Ti felétek az a szokás, hogy az ember fejet mos vacsora előtt? Kérdezte a katona, aki a hobbitokat kiszolgálta. Nem, reggeli előtt szoktunk, mondta Samu. De alvás híján olyan a hideg víz a nyakon, mint fonnya csalátán az eső. Nolám, most már kibírom ébren, amíg a vacsorát végigeszem. Oda vezették őket Faramir széke mellé. Két prémekkel letakart hordót állítottak oda nekik, épp annyival magasabbat az emberek lócájánál, hogy kényelmesen fölérjék az asztalt. Mielőtt nekiláttak volna, Faramir és az emberei fölálltak, és egy percre néma csöndben nyugat felé fordultak. Faramir intett Frodónak és Samunak, hogy kövessék a példát. Mi így szoktuk, mondta, mikor leültek. Ilyenkor az egykori Númenor földje felé tekintünk, és azon túl a mai Tündehon felé, és azon is túl arra felé, ami örökké való. Ti felétek nem él ez a szokás? Nem, felelte Frodo, és furcsa mód faragatlannak és neveletlennek érezte magát. De ha vendégségben vagyunk, meghajlunk a házigazda előtt, s ha ettünk, fölállunk és megköszönjük a vendéglátást. Mi is, mondta Faramir. Annyi úton töltött idő és táborozás a vadon magánya után a hobbitok az estebédet valóságos lakomának érezték. A hűvös és illatos, halványsárga bort, vajas kenyeret, a sózott húsokat és aszalt gyümölcsöt, a jó vörös sajtot tiszta kézzel, tiszta késsel, tányérról. Se Samu, se Frodo nem mondott nemet semmire, amivel kínálták. Mindenből vett másodszor, sőt, harmadszor is. A bor melegen keringett a vérükben, fáradt végtagjaikban. Boldogok voltak, és könnyű volt a szívük, mint egyszer sem, amióta Lórien földjét odahagyták. A vacsora végeztével Faramir egy benyílóba vezette őket a barlang végében, ami részben el volt függönyözve. Egy széket és két kis széket hoztak. Kis cserépmécses világított egy fal mélyedésben. Gondolom, hamarosan aludni vágytok, mondta Faramir. Különösen a jó csavardi Samu, aki egy szemhunyás nem aludt vacsora előtt. Hogy azért-e, mert attól félt, hogy kicsorbult az éhe éle, vagy mert tőlem, nem tudom.
De evés után rögtön lefeküdni nem egészséges. Annak megvan a böjtje. Beszélgessünk hát egy kicsit. Bizonyára sok minden elmesélni valótok akad az útról Völgyzugolytól idáig. S talán ti is szeretnétek megtudni egyecsmást mi rólunk, és a földről, ahol most vagytok. Meséljetek hát Boromirról, a bátyámról, az öreg Mithrandirról és Lothlórien gyönyörű népéről. Frodónak kiment az álom a szeméből, és szívesen beszélt. És bár az evéstől, ivástól feloldódott, az óvatosságról mégsem feledkezett meg. Samu rendesen csak bólogatott és hümmögött, ám amikor Frodo belemelegedett, már nem elégedett meg azzal, amivel kezdetben, hogy csak hallgatja, hanem fel-felkiáltott, helyeslése jeléül. Frodo sok mindent elmondott, de gondosan kerülte a társaság küldetésének, a gyűrűnek a dolgát. Inkább azt színezte ki, milyen vitézül viselkedett Boromir a kalandjai során. A farkasokkal szemben, Karadrasz alatt, a hóban, a Mória bányáiban, ahol Gandalf elesett. Faramirt mélyen meghatotta a hídon vívott harc története. Boromirt gondolom nagyon bosszantotta, hogy meg kellett futamodnia az orkok, mondta, vagyis hogy az elől a Balrog elől, ahogy ti hívjátok. Még akkor is, ha ő volt az utolsó, aki visszavonult. Ő, mondta Frodo, de Aragorn volt kénytelen átvenni a vezetést. Gandalf halála után már csak ő ismerte közülünk az utat. Ha nincsenek köztünk ilyen magunkfajta, védelemre szoruló köznapibb népek, nem hiszem, hogy akár ő, akár Boromir elmenekül. Talán jobb is lett volna, ha Boromir ott esik el Mithrandirral, mondta Faramir, és nem megy tovább a végzete elébe, ami ott várt rá a Rauros fölött. Talán, hagyta rá Frodo. De mondj valamit a ti sorsotokról is, tért át ismét más témára. Szeretnénk többet tudni Minas Tirithről és Osgiliathról, és a minden túlélő Minas Ithilről. Mi reményt fűz hosszú háborútokhoz a város? Hogy mi reményt, gondolkodott el Faramir. Már rég feladtuk a reményt. Elendil kardja, ha valóban visszatér, talán új tüzet gyújt bennünk. De nem hiszem, hogy többet tehetne, mint hogy elhalasztja a végzetes napot. Ha csak nem érkezik más, váratlan segítség is, a tündéktől vagy emberektől. Mert az ellenség gyarapodik, mi fogyatkozunk. Hanyatló nép vagyunk, tavasztalan ősz. Númenor emberei messze, s hosszan a tengerpart mentén telepedtek le, a nagy haza partközeli tájai, de nagyobb részt ostobaságokra és gonoszságra adták a fejüket. Sokan hódoltak a sötétségnek is, a fekete művészeteknek. Némelyikük teljesen ellustult, mások meg egymás közt háborúztak, míg nem elgyöngüldén le nem győzték őket a vademberek. Nem azt mondom, hogy Gondorban sosem hódoltak a gonosz művészeteknek, vagy hogy a névtelent soha nem emlegették ott tisztelettel. De az ősi bölcsesség és szépség sokáig élt, sőt, rejtve még ma is ellenáll, él szépséges Elendil fiainak birodalmában. De Gondor mégiscsak maga idézte elő önnön hanyatlását, mert lassan-lassan elöregedett, és mert azt hitte, az ellenség, aki csak száműzetésben volt, de nem pusztult el, alszik. A halál örökké ott lebegett fölöttünk, mert a Númenoriak, mint régi birodalmukban, amit ugyanígy veszítettek el, most is soha nem változó és véget nem érő életre áhítoztak. A királyok pompásabb sírokat építettek, mint palotákat, és büszkébben számlálták elő a tekercsekről őseik nevét, mint a fiaikét. Gyermektelen urak üldögéltek ódon termeikben, s törték a fejüket címertani kérdéseken. Titkos kamrákban aszott emberek kotyvasztottak életelixírt, vagy faggatták magas tornyokban a csillagokat. És a királynak, aki Anárion utolsó sarja volt, nem született utóda. De a helytartók bölcsebbek voltak, és szerencsésebbek. Bölcsebbek, mert népük hadseregét a tengerpart keményebb fiaiból és Ered Nimrais edzett hegylakóiból toborozták. S békét kötöttek észak büszke népeivel, akik mindaddig gyakran támadtak ránk. Ezekkel a szilaj és vitéz emberekkel, akik távolról a rokonaink is. Így kerülhetett sor rá, hogy a 12. helytartó Sirion idején, apám a 26., segítségünkre lovagoltak, és Celebrant széles mezején megsemmisítették ellenségeinket, akik északi tartományainkat megszállva tartották. Ezek a rohírok, mi úgy hívjuk őket, a lovas urak, és mi hálából átengedtük nekik Kelenardon rétjeit, amit azóta Rohannak neveznek. Mert ezt a tartományt időtlen idők óta gyéren lakták. És ők így szövetségeseinké váltak, és mindig is hívek voltak hozzánk,
Segítettek a szükség idején. Őrizték északra vívő útjainkat és rohankapuját. Hagyományainkból és szokásainkból átvettek annyit, amennyi tetszett nekik. És uraik, ha kell, beszélik a nyelvünket is. De nagyobb részt megőrizték atyáik életmódját, és egymás közt a maguk északi nyelvén beszélnek. Mi szeretjük őket. Szálas férfiak és sudárasszonyok. Vitézek. Hajuk, mint az arany. Szemük csillog. Erősek. Az emberek fiatalkorát, az óidőket juttatják eszünkbe. Hagyományaink ismerői állítják is, hogy ez a vonzalom régi keletű, hogy ők is az ember három házából származnak, mint a numenoriak eleje. Tehát nem az aranyhajú hadortól, a tündebaráttól, hanem valamelyik fiától vagy rokonától, aki ellentmondott a hívásnak, és nem hajózott át a tengeren nyugatra. Mert a mi hagyományunk így osztályozza az embereket. Vannak a nagyok, ezek voltak a númenoriak. Vannak a közbülső népek, az alkony emberei, ilyenek a rohírok és változatlanul északon élő rokonaink, s végül a sötétség emberei. Nos, ha a rohírok bizonyos vonatkozásban hozzánk nőttek, ha a mesterségek a viselkedés dolgában fejlődtek, mi is hozzájuk hasonultunk, s többé már alig ha tarthattunk igényt a nagy jelzőre. Közbülső emberekké lettünk, az alkony népévé, amely még másra is emlékszik. Mert akárcsak a rohírok, most mi is kedveljük a háborút, s önmagáért való játéknak, célnak és érdemnek tekintjük a vitézséget. És még ha föntartjuk is, hogy a harcosnak máshoz is kell értenie, mint a fegyverforgatás és az ölés művészetéhez, a harcos többre becsüljük, mint bármi más szakma mesterét. Ilyen ember volt Boromir is. Rettenthetetlen, és mint ilyen, Gondor legnagyobb embere. És valóban igen vitéz. Időtlen idők óta Minas Tirith trónjának egyetlen örököse sem volt olyan kemény a fáradalmak közt, oly merész a harcban, és senki sem fújt szebb dallamot a kürtön. Faramir felsóhajtott, és egy pillanatra elhallgatott. A tündékről alig szóltál valamit, uram, szólalt meg Samu, minden bátorságát összeszedve. Észrevette, hogy Faramir tisztelettel emlegeti a tündéket, és ezzel jobban kivívta Samu megbecsülését, jobban elcsitította gyanúját, mint akár az udvariassággal, akár az étellel, itallal. Valóban nem csavardi mester, mondta Faramir, mert nem vagyok járatos a tünde hagyományban. És ezzel olyasmire tapintottál rá, amiben szintén megváltoztunk, amióta elveszítettük Númenort, és ismét középföldére szorultunk. Mert ahogy bizonyára tudjátok, ha Mithrandir volt az útitársatok, és beszéltetek Elronddal, az edánok, a númenoriak atyái a tündék oldalán harcoltak az első háborúkban, s tőlük kapták jutalmul tengermosta sziget királyságukat, Tündehontól látótávolságnyira. De a középföldei emberek és a tündék a sötétség napjaiban az ellenség praktikái következtében elidegenedtek egymástól. És ehhez hozzájárult az is, hogy a két nép, ahogy tovább haladta maga más-más útján, lassan-lassan megváltozott. Az emberek manapság félnek a tündéktől, nem bíznak bennük, pedig alig ismerik őket. S mi, gondoriak, egyre inkább olyanok leszünk, mint a többi ember, mint a rohírok. Hiszen még ők, a sötét úr ellenségei is óckodnak a tündéktől, s rettegve beszélnek az aranyerdőről. Köztünk is akadnak néhányan, akiknek véletlenségből volt már dolguk tündékkel, de ha valakinek nagy ritkán kedve kerekedik, hogy titokban Lórienbe menjen, az nem igen tér vissza. Én nem tartozom közibük, mert úgy érzem, veszélyes, ha egy halandó szándékosan keresi fel az ónépet. De titeket irigyellek, hogy beszéltetek a fehér úrnővel. Lórien úrnőjével, Galadriellel, kiáltotta Samu. Látnod kéne őt, igazán látnod, uram. Én csak egy hobbit vagyok, s odahaza, tudod, kertészkedés a mesterségem, így hát a költészethez nem sokat értek. Magam nem művelem, hébe-hóba egy-egy tréfás rigmus, tudod, de igazi verset nem írok. Így hát kimondani sem tudom, hogy mire gondolok, mert meg kéne énekelni. Az volna az igazi, ha most itt lenne a vándor, azaz, hogy Aragorn, vagy ami azt illeti, az öreg Bilbo úr. Bár csak tudnék éneket zengeni róla. Gyönyörű, uram! Elbűvölő! Néha olyan, mint egy sudár, virágba borult fa. Néha meg, mint a fehér liliom, kicsi és karcsú. Kemény, mint a gyémánt. Lágy, mint a holdfény. Forró, mint a napsugár, hideg, mint a fagyos csillagok. Büszke és távoli, mint a havasok.
Vidám, mint bárki lányzó, akit valaha is láttam tavaszon, hajában százszor széppel. De hát ez mind semmi. A közelében sem járok a célnak. Akkor igazán csoda szép lehet, felelte Faramir. Veszedelmesen szép. Én nem tudom, mi az, hogy veszedelmes, mondta Samu. Azt hiszem, az emberek magukban hordják a veszedelmet, úgy viszik Lothlórienbe. S mert odavitték, hát ott veszedelmetlenek. De lehet, hogy azért tartják őt veszedelmesnek, mert olyan erős. Az ember, igen, léket kaphat rajta, mint a hajó a sziklán. Vagy belefulladhat, mint hobbit a folyóba. De azért mégsem a sziklát vagy a folyót kell okolni. Itt van például bor... Benne rekedt a szó, és elvörösödött. Szóval, itt van például Boromir? Ugye ezt akartad mondani? Kérdezte Faramir. Mondd csak ki! Ő is magában hordozta a veszedelmet? Úgy van, uram, ha nem haragszol. Ha szabad azt mondanom, még egy olyan kitűnő ember is, mint Boromir volt. De hát te úgy is nyomon vagy. Nos, én mindvégig szemmel tartottam Boromirt, és odafigyeltem a szavaira, amióta Völgyzugolyból elindultunk. A gazdámra vigyáztam, gondolom érted. Nem kívántam én Boromirnak semmi rosszat. És szerintem nem Lórienben vált világossá benne, amit én már korábban is ejtettem. Hogy tulajdonképpen mit akar. Attól a pillanattól kezdve, hogy először látta, az ellenség gyűrűjét akarta. Samu! Kiáltotta döbbenten Frodo. Mélyen a gondolataiba merült, egy darabig nem figyelt oda. Most hirtelen riadt fel, és későn. Jaj, nekem! Mondta Samu falfehéren, majd mélyen elvörösödött. Már megint kitettem magamért. Ha még egyszer kimered nyitni azt az égtelen nagy szádat, én mit Isten belegyalogolok, szokta mondani az öregem, s milyen igaza volt. Jaj, nekem! Jaj, nekem! Ide hallgass, uram! Megfordult, s minden bátorságát összeszedve Faramir szemébe nézett. Ne élj vissza azzal, hogy a gazdámnak bolonda szolgája! Te olyan szépen beszéltél tündékről, meg minden másról, hogy teljesen levettél a lábamról. De amilyen a tett, olyan a szó. Most megmutathatod, milyen ember vagy. No lám, mondta Faramir lassan, nagyon halkan és különös mosollyal. Tehát itt a titok nyitja. Az egy gyűrű az, amiről azt hitték, hogy már nem is létezik. És Boromir erőszakkal próbálta megszerezni? És ti elfutottatok? És futottatok, futottatok. Amíg csak bele nem futottatok az én karjaimba. És most itt vagyunk a vadonban. Két félszerzet, egy seregnyi ember, aki a parancsomra vár, és a gyűrűk gyűrűje. Ezt nevezem én szerencsének. Itt a nagy alkalom, hogy Faramir, Gondor kapitánya megmutassa, milyen ember. Ha! Fölállt, kihúzta magát, szürke szeme megcsillant. Frodo és Samu fölpattant a kis székből, s vál-vál mellett nekivetette a hátát a falnak. Kezük a kardjuk markolatán. Csönd volt. A barlangban valamennyi ember elhallgatott, és csodálkozva nézte őket. De Faramir visszaült, halkan elnevette magát, majd elkomolyodott. Szegény Boromir, mondta. Ez keserves próba lehetett. Ti, távoli országból jött idegen vándorok, akik magatokra vettétek az emberek veszedelmét, most ugyancsak bánatossá tettetek. De még annyira se ismeritek az embert, mint én a félszerzetet. Mi, Gondor emberei, álljuk a szavunkat. Az megesik, hogy kérkedünk, de álljuk, amit mondtunk, akár a halálunk árán is. Akkor se venném el ezt a valamit, ha itt heverne az országúton. Azt mondtam. Még ha olyan ember lennék is, aki megkívánja, s még ha nem tudnám is pontosan mi az, amikor kimondtam, akkor is eskünek tekinteném a szavamat, amely holtig köt. De nem vagyok olyan ember. Elég bölcs vagyok, hogy tudjam, vannak olyan veszedelmek, amelyektől az embernek menekülnie kell. Üljetek békén! És vigasztalód, Csavardi! Ha úgy látszik is, hogy a nyelved botlott, tekintsd ezt a sorsművének. Nem csak hűséges vagy, de okos is. És a szíved messzebbre lát, mint a szemed. Mert bármilyen különösnek tetszik, ezt nyugodtan közölhetted velem. Talán még segíteni is tudok a gazdádnak, akit annyira szeretsz. Igyekszem a javára lenni, amennyire a hatalmamban áll. Így hát vigasztalodj. De ennek a valaminek a nevét ki ne ejtsd többé. Egyszer elég volt. A hobbitok visszaültek, és mélyen hallgattak.
Az emberek visszatértek a poharukhoz, tovább szőtték a szót. Azt hitték, a kapitányuk megtréfálta egy kicsit a vendégeket, vagy mi. Ezzel kész. Nos, Frodo, végre megértjük egymást, törte meg a csendet Faramir. Ha ezt a valamit vonakodva mások kérésére vetted magadhoz, akkor szállak és tisztellek érte. S csodállak is, hogy elrejtve őrzöd és nem használod. Számomra ti új nép vagytok, és valami más világ. A ti fajtátok mind ilyen. Akkor a földetek bizonyára a békesség és a megelégedés birodalma, és a kertészeket nagy tisztelet övezi. Hát ott sem megy épp minden jól, mondta Frodo, de a kertészeket valóban megbecsülik. De gondolom, még ők is elfáradnak a kertjeikben, mire a világunk napja alatt minden dolgukkal végeznek. S ti távol vagytok hazúrról, és megviselt az út. Már holnapra jár az idő. Aludjatok hát mindketten békességben, ha tudtok. Ne féljetek. Se látni, se megérinteni nem akarom. Sőt, még tudni se akarok róla többet, mint amennyit tudok. És ez bőven elég. Nehogy orvul rám támadjon a veszedelem, s rosszabbul álljam meg a próbát, mint Drogó fia Frodo. Most pihenjetek le. Csak azt mondjátok meg, ha akarjátok, hogy merre szeretnétek tovább indulni, és mihez akartok kezdeni. Mert nekem őrködnöm kell, várnom és gondolkodnom. Késő van. S reggel nektek is, nekünk is tovább kell mennünk. Sietve, amerre a sorsunk rendeli. Most, hogy a félelme elmúlt, Frodo érezte, hogy egész testében reszket. Mint a felhő borult rá a nagy-nagy fáradtsága. Képtelen volt tovább alakoskodni, ellenállni. Szeretnék valami utat találni Mordorba, mondta erőtlenül. Gorgorothba készülök. Meg kell találnom a tűzhegyet, s bele kell dobnom ezt a valamit a végzett katlamba. Gandalf akarta így. De nem hiszem, hogy valaha is odaérnék. Faramir egy pillanatig csodálkozva és komolyan bámult rá. Majd látta, hogy Frodo megtántorodik. Elkapta, gyöngéden fölemelte, odavitte az ágyához, lefektette és melegen betakarta. Frodót abban a pillanatban elnyomta az álom. Ágya mellé egy másik ágyat is állítottak, a szolgájának. Samu egy pillanatig habozott, majd mélyen meghajolt. Jó ét, kapitány uram, mondta. Megálltad a próbát. Valóban? Mondta Faramir. Igen, uram. Megmutattad, milyen ember vagy. Nagyszerű. Faramir elmosolyodott. Cserfes szolga vagy, csavardi mester. De mindegy. A dicséretre méltó dicséret a legnagyobb jutalom. De igazán nincs miért dicsérned. Se vágyat, se csábítást nem éreztem, hogy más tegyek, mint amit tettem. Ó, uram, mondta Samu, te azt mondod, a gazdámban van valami tündés. És ez jó is, igaz is. Én meg azt mondom, benned van valami, ami engem, igen, Gandalfra, a mágusra emlékeztet. Talán, mondta Faramir. Lehet, hogy Númenor múltba tűnt szellemét érzed. Jó ét.